Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Kidolgozunk olyan javaslatokat, amelyek az ország egészen számára hasznosak lehetnek. Az Egyensúly Intézet országjáró körútjának első állomása a jászsági menedzserekhez vezetett. Beázás miatt javítják a Jászberényi Városi Könyvtár tetőszerkezetét. Október 28-án nyílt napot és tobozást tartott a Lehel Hoki Klub a Jászberényi fedett jégpályán. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Az Egyensúly Intézet országjáró körútjának első állomása a jászsági menedzserekhez vezetett. Az önmagát független agytrösztként apostrofáló 200 magasan kvalifikált szakértőből álló közösség célja a magyar gazdaság dinamizálása, felhasználva a begyűjtött tapasztalatokat. Szerdán este a közös eszmecsere konklúziójáról kérdeztük a résztvevőket. Az Egyensúly Intézet egy 2020. szeptemberében a nyilvánosság elé lépett, önmagát független agytrösztként apostrofáló, 200 magasan kvalifikált szakértőből álló közösség, akik azon dolgoznak, hogy hazánk fejlődését megvalósítható, szigorúan szakmai alapú, közpolitikai javaslatokkal támogassák. Nem csak mutatni akartunk valamit, tehát mi nyilván Egyensúly Intézet néven egyfajta szakpolitikai agytrösztként kidolgozunk olyan javaslatokat, amelyek az ország egészen számára hasznosak lehetnek és egy gazdagabb országhoz vezetnek, de legalább ennyire fontos nekünk az, hogy tanuljunk. Tehát a terepről, alulnézetből, hogyha úgy tetszik, a gazdaságnak a vérkeringéséből szerezünk impulzusokat. Egyrészt megnézzük azt, hogy mit szólnak ahhoz, amit mi mondunk, amit mi az adatokból kiolvasunk, másrészt viszont mi is tudjunk tanulni a gyakorlatból. Tehát ez inkább egy eszmecsere, mint egyfajta tudásátadás. Az intézet olyan hatékony megoldásokat, mechanikákat keresi és ismertet meg, melyek a 21. század gazdasági kihívásaira jól reflektálnak. Olyanokat, melyek már lokálisan működnek és segítik a hazai gazdaság dinamizálását, a közoktatás reformját vagy a klímavédelem ügyét. Ehhez elsőre a jászsági menedzserek közösségét választották, de az egész országban pontosabban 10 helyszínen megkeresik a releváns gazdasági szereplőket, üzleti köröket. Természetesen magam is kértem, hogy amennyiben majd a végére érnek ennek a munkának, amelynek mondom mi is részesei lehetünk, és az öröm számomra, hogy ezt megismerhessük, tehát hogy az ország hogyan gondolkodik. Tehát nem elsősorban az a legfontosabb, hogy itt a jászságban találjunk megoldásokat, hanem a magyar gazdaság számára találjunk megoldásokat. Na, mi feladunk meg majd az lesz, hogy ebből a lehető legtöbbet vegyük ki, vagy ami a számunkra legracionálisabban alkalmazható, azokat vegyük alkalmazásba. A hazai gazdasági közeg lokális sikerei ellenére sok problémával küzd, melyek rozsdásabbá, elavultabbá teszik a működést. Ezt számos területen lehetne fejleszteni. Ilyen a képzés és az oktatás, minél több tudás felhalmozása, majd a képzett, lojális, humán munkaerő megtartása és az ehhez szükséges kényelemelismerés, jó fizetés munkakultúrájának kialakítása. A rövidtávú mobilitás hatékonyságának növelése, az euró bevezetése, a még mindig túl sok készpénz használatának kiiktatása, a nehézkes állami adminisztráció felpörgetése, illetve a digitális forradalom terjesztése, mely nagyon egyenlőten arányban oszlik meg hazánkban. Ezek közül némelyik azonnali megoldás jelent egy-egy problémára, míg a többi egy-két éves időintervallumban mutatná meg pozitív hatásait az elemzők szerint. A szakértők közös meggyőződése, hogy más országokhoz hasonlóan hazánknak is szüksége van a hagyományos, pártmegosztottságon felülemelkedő, minden magyar közös érdekeit előmozdító, hosszú távú cselekvési tervek kidolgozására. Ehhez elengedhetetlen a jó párbeszéd. A párbeszéd, az egyeztetés, a másik szempontjainak a figyelembevétele, az nem egy kötelező rutin. Ez sajnos világszerte, és főleg a politikában ez egy problémát jelent, hogy azt gondoljuk, hogy az egyeztetéseket le kell tudni, ki kell pipálni, bármilyen látszatrendezvényekkel le lehet tudni. Szerintem ezek értékes tudást termelnek, értékes bizalmat termelnek, és nekem ez az első egyeztetés, ezt a meggyőződésemet erősítette meg. A közös eszmecsere azért is nagyon időszerű, mert a 2020-as esztendő mutatta meg igazán, hogy olykor milyen hirtelen és egyre gyorsuló változásoknak, kihívásoknak kell megfelelni a világgazdaságnak, illetve az arra reflektáló makrogazdaságnak. Ez a kényszer most sem kevésbé égető, mint egy éve, így különösen fontos figyelni ezekre a változókra, mondta Rédei István, a Jászsági Menedzserklub Egyesület elnöke. Október 28-án délelőtt nyílt napot és toborzást tartott a Lehel Hoki Klub a Jászberényi fedett jégpályán.
Illusztris vendége is volt a rendezvénynek Szuper Levente, sokszoros válogatott volt jégkorongozó kapus személyében. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Beázás miatt javítják a Jászberényi Városi Könyvtár tető szerkezetét. Kiállítás nyílt meg a 100 éves jubileumát ünneplő Jászok Egyesületéről a Jász helytörténeti kör találkozóján. Oltási akciót hirdet a kormány. Fát ültettek a Margaréta Oviban az apáti önkéntes fiatalok, és megint lesz almavásár a Klapka udvarán. Ezekről hallhatnak rövid híreinkben. Az oltottak nincsenek veszélyben, az oltatlanok viszont életveszélyben vannak. Tehát a helyzet ma az, hogy aki nincs beoltva, annak nem csak arra kell számítania, hogy megtalálja a vírus, nem győzöm mondani, nem lehet elbújni, meg fogja találni, hanem arra kell számítani, hogy ha megtalálta, akkor nagyon súlyos állapotba fog kerülni, nagy valószínűséggel kórházba. De kerülhet lélegeztetőre, sőt, még ennél nagyobba is történhet vele. Tehát mindenkit arra kérek hangsúlyozottan újra a nyomatéka, hogy oltassa be magát, mert semmilyen védelmi intézkedés nem véd meg kizárólag az oltás. Az egyre erősödő koronavírus negyedik hullám miatt a múlt héten hozott 3 járványügyi szigorítás mellé a kormány egy oltási akcióhetet szervezett a kórházi oltópontokon. November 22-e és 28-a között előzetes regisztráció vagy időpontegyeztetés nélkül bárki élhet a lehetőséggel. A kórházakban megemelt kapacitással és 5 féle ingyenes vakcinával várják a lakosságot. Beázásul árulkodó jelek a Jászberény Városi Könyvtárban. Itt is a beázás nyomai látszanak, ez már azért szakadt be, mert már annyit ázott, hogy nem bírta tovább. Jelentős tervezési és kivitelezési hiányosságok miatt ázik be a 2005-ben átadott Jászberény Városi Könyvtár tetőszerkezete, melyet mielőbb igyekeznek megjavítani, számolt be róla Kovács Péter, az intézmény vezetője. Több éve kérvényeztük már, hogy a tető felújításra kerüljön, mert beázik. Ez elég nyilvánvaló nyomait mutatja az épület belsejében, és egyéb technikai problémákat is okoz, mert a víz ugye befolyik több elektronikus felületre is. Ezt ki kell küszöbölni. Az épület felújítása, tetőfelújítása elkezdődött. Az önkormányzat több mint 17 millió forint támogatást adott rá, amit ezúton is köszönünk. Reméljük, hogy ez orvosolni fogja a problémákat. A tetőn látható, hogy a víz több helyen is összegyűlik, és nem tud, vagy csak rossz irányba az épület belseje felé tud elfolyni. Illetve a feltárás közben derült ki az is, hogy hiányos a kivitelezés, ami részben okozhatja a beázást. A felújítás 2 ütemben zajlik, először a főtető rész lesz megújítva, ezt követően pedig a 2 torony rész kerül felújításra, mert mindenhol visszafolyik a víz jelenleg, és ez lesz kiküszöbölve. A helyreállítási munkák a következő hetekben zajlanak. Évek óta hagyomány, hogy a Jász helytörténeti kör találkozói mutatja be lelkes tagjai aktuális kutatásait. A pandémia ezt 2020-ban nem tette lehetővé, de most eljött a számadás ideje. A járvány azért nem akadályozta meg a kutatókat olyan módon, hogy az eddig lefolytatott kutatásokat papírra vessék, tehát a kutatások azok folytak. Ennek ugye vannak már eredményei, számos könyv jelent meg, és amennyire én tudom, a kutatóink továbbra is aktívan kutatnak, most már nyilván nyitottabb körülmények között, és újabb könyv eredményekről számolhatok be. Ilyen hamarosan megjelenő kötet lesz például a Hajta színes történetét, vagy az első világháború Jászapát és Jász Jákó halmai születésű katonahőseinek életét feldolgozó kötet is. Szerintem ti vagytok a láng, akiknek az értelmét és eszmeiségét be kell mutatni valamennyi jász ember számára, de nem csak a jászok számára, hanem az egész ország számára. Példamutató. A találkozó kiegészítő momentuma volt egy remekül szerkesztett könyvtári kiállítás megnyitója, mely összefoglalja a 100 éve, majd a 30 éve újra alapított Jászok Egyesülete érdemeit. A kiállítás dr. Gedei József alpolgármester nyitotta meg. Ők már 10 évvel ezelőtt is elkészítettek egy szuperanyagot, ami akkor megjárta a Jászságot, könyvtárakban, művelődési házakban körbejárt. Most pedig ezt felfrissítve emlékeznek a 30 esztendőre, illetve a 100-ra. Úgy tudom, hogy néhány napig lesz itt most nyitva, mert egy korábban rögzített program tart több napon át a városi könyvtárban, de akkor lebontják, de utána újból visszaállítják, és akkor ismét megtekinthető. Színes, képes anyag arról, hogy mit műveltek az elszármazott jászok a jászság érdekében 30 év alatt.
13 éve működik a karitatív tevékenységével igazán jó példát mutató közösség, a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete. Tóddé Csaba már a kezdetektől kapcsolatban állt korábbi óvodája Margaréta Ovi nevelőivel, akik máig önzetlenül segítik munkáját. Eleinte játékokat gyűjtöttünk, karácsonyra volt egy ilyen akciónk, hogy a gyerekek otthon megunt játékát begyűjtöttük, és egy hatalmas, szép nagy dobozba adtuk át Csabinak, aki továbbította a rászoruló gyerekeknek. Aztán csatlakoztunk a kupakgyűjtéshez, évtizedek óta gyűjtjük a kupakot, vagy Csabinak szállítjuk le, vagy a városunk központjában lévő szívecskébe visszük el a gyerekekkel közösen, és ezt megköszönve gondolom ajánlotta föl nekünk Csabi, hogy egy fát szeretnének ültetni óvodánk udvarára. Ezt én nagyon szívesen fogadtam, és a mai napon erre sor is kerül. A Jászabádi bölcsiben, a Városi Gazdanapon és Jászfényszalon a Sportnapon is volt már hasonló momentum, amikor egy faültetéssel és a rajta található táblával köszönte meg a támogatást az önkéntes csoport, akik az elmúlt hetekben ismét komoly munkát végeztek a jászabádi temetőben, 5 hét alatt 86 segítővel 180 sírhelyet tudtak rendbe tenni, és egy szobrot felújítani. Eközben 40 zsák szemetet gyűjtöttek össze, és 3 teherautónyi zöld hulladékot, írják Facebook oldalukon. November 6-án szombaton ismét lesz almavásár Jászberényben a Klapka udvarán változatlanul széles körű fajta választékkal. A cél a jó vásár és az olcsó hazai minőségi termék, az egészséges magyar termelői alma népszerűsítése. 5400. Így ismét lehetőség nyílik Mucsu, Golden, Starking, Jonagold, Jonatán és Idered almafajták, valamint nagyobb kiszerelésű, 100%-os almalé vásárlására. Ebben az évben is folytatta Jászfényszaru önkormányzata a helyi faosztási programot. Idén mintegy 4200 facsemetét, cserjét, rózsatövet adtak át ingyenesen a helybéliek számára. Az akciót nem csak a településkép javítása miatt tartják fontosnak a városban. A növények számának gyarapítása a levegő minőség javítása szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír. Lényegében a város újkori hagyományainak részévé vált most arra, hogy ősderekán faosztási akciót szervez Jászfényszaru önkormányzata. A település lakói már várják a lehetőséget, hogy újabb virágokkal, cserjékkel, fával gyarapítsák lakóházuk környezetét. Nagyon kell, hogy a környezetünket mindenféleképpen zöldítsük, és ehhez lenne szükség erre. Mindent szeretnék, van már gyümölcsfám is, vásárolok én magam is, növényeket, dísznövényeket. Szerintem az oxigénellátottság, a hűsítés mindenhez nagyon fontos. A kertben lévő élővilág fenntartásához teljes mértékben hozzájárul. Gyümölcsfák voltak, és jó barackók, alma volt, ennyi. Értem. És fontos, hogy legyen a kertben még ilyen. Persze, persze, szeressük. Tanyarul jöttünk haza lakni, és nagyon jó Jászfényszaru. A képviselő testület döntése szerint a város minden lakója jogosult arra, hogy növényeket igényeljen. Idén ezzel a lehetőséggel 485 ingatlant érintően éltek a helybéliek. Az igények alapján beszerzett gyümölcsfákat, cserjéket, rózsatöveket, összesen mintegy 4200 növényt november 5-én pénteken, és másnap osztják a helybélieknek. Nyilván a célunk az, hogy ugye a utcaképet gazdagítsuk, növényesítjük, viszont hogyha bent a kerítésen belül ülteti, az se okoz problémát, ugye most már van rá lehetősége. Célunk még tovább, hogy a levegő minőség javítás is. Ugye lehet látni, pláne a ilyen késő őszi, koratéli időszakban, hogy mennyire szennyezett a levegő bizonyos nagyvárosokban, ez kihat a vidékre is. Nálunk ugye ez az annyira még nem kardinális kérdés, viszont már szeretném megelőzni, és ezért is indítottuk el ezt a részét is, hogy akkor a levegő tisztaságot is a növényekkel tudjuk javítani. A legnépszerűbb a gyümölcsfák igénylése, de egyre többen kérnek az önkormányzattól díszfákat is. A fásítási programot kiegészítve a klímatudatosságot erősítő szemléletformálást is folytatnak a városban. Azok a növények, amik 8-10-15-20 évig élnek, mondjuk a gyümölcsfák, azokhoz képest hosszabb élettartalmú fákkal is gazdagítsuk a településnek a növényzetét, és ezzel több üvegházhatású gázt tudunk megkötni, illetve hosszabb élettartama van a,
annak a munkának, amit most elkezdünk. Az érkezők egy-egy kérdőív kitöltésével számos fontos információval is gyarapodhattak az éghajlatváltozás megelőzéséhez, hatásai csökkentéséhez kötődő személyes feladatokról. A helyi klímastratégia elkészítésének fontos tapasztalata volt, hogy a város lakóinak villamos energiafogyasztása viszonylag magas a jelentős helyi ipari tevékenységgel összevetésben is. Személyes hozzáállásunk nem mindegy, és most ez a kérdőív, ez azt célozza, hogy akik a fásítási programban részt vesznek, azoknak a szemlélete és az a gondolkozása, hogy fog kevesebb áramot fogyasztani a jászfényszarúi állampolgár, azt próbáljuk itten ezzel a kérdőívvel megkérdezni. Azt remélik, hogy a jövőben a napelemek telepítése, az ingatlanok hőszigetelése, a nyílászárók cseréje is előtérbe kerül a városban. Ugyanakkor nem mulasztották el felhívni az érkezők figyelmét a takarékos ivóvíz használatra, valamint a szelektív hulladékgyűjtés igénybevételének fontosságára. A faosztást pedig jövőre is folytatják Jászfényszarún. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján Jászberényben is megemlékeztek az elhunyt hősökről. A Nemzeti Gyásznapon az önkormányzat, az intézmények, pártok és civil közösségek képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit. Annak a szovjet parancsnoknak az emléktáblájánál rótták le tiszteletüket, aki nem volt hajlandó a város lakói ellen vezényelni csapatait. A parancsnokot, nevét azóta sem ismeri az utókor, 1956. november 4-én végezték ki Jászberényben. Jászberény egyik 1956-os emlékhelyén a város lakosaira nem lövető szovjet parancsnok emléktáblájánál gyűltek össze a forradalom mártírjai előtt tisztelgők a Nemzeti Gyásznapon. Az egykori szovjet laktanya 1956-os parancsnok a szavát adta, hogy nem vezényli katonáit a jászberényiek ellen. Az ígéretét megtartó parancsnokot 1956. november 4-én hajnalban végezték ki Jászberényben. Azt mondta, nem hajlandó azokra az emberekre támadni, akiknek a gyermekei és a szovjet tisztek gyermekei együtt járnak. A jászberényiek jó emberek, nem ellenségek, nem viselkednek ellenségesen. Idézte Besenyi Vendel helytörténeti kutató a szovjet parancsnok szavait. Az utókor megőrizte emlékét, a történészek felkutatták tetteit, halálának körülményeit, de nevét a mai napig nem ismerhették meg a ráemlékezők. A kutató gyásznapon elhangzott visszaemlékezésében ismertette a 65 évvel ezelőtt lezajlott világtörténelmi jelentőségű forradalom hazai és jászberényi eseményeit, a szovjet hadsereg támadásának körülményeit és következményeit. A Szovjetunió célja ezzel az intervencióval a szovjet követelmények elfogadásának és végrehajtásának erővel történő kikényszerítése volt. Csak így tudta elérni a rendszer változatlan fenntartását és saját befolyás övezetének megtartását. A november 4-i megemlékezés zárásaként az önkormányzat, a megyei közgyűlés, a kormányhivatal, valamint a pártok, az 1956-os civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az egykori szovjet laktanyánál felállított emléktáblánál. Október 28-án délelőtt a tanítási szünetet kihasználva nyílt napot és toborzást tartott a Lehel Hoki Klub a jászberényi fedett jégpályán. Jelen volt az U8-tól az U18 korosztályig a klub szinte minden utánpótlás játékosa, valamint illusztris vendége is volt a rendezvénynek, mégpedig Szuper Levente, sokszoros válogatott volt jégkorongozó kapus. Október 18-án már 10 óra előtt nagy volt a sürgésforgás a jászberényi fedett jégpályán. Mivel az őszi tanítási szünet miatt nem kellett iskolába menni a tanulóknak, nagyon sok igazolt Lehel HC utánpótlás játékos mezt húzott, hogy jelen legyen a leendő társak fogadásán. Hál' Istennek majdnem 100 a létszámunk, de úgy gondoljuk, hogy a további növekedés érdekében nagyon fontos, hogyha minél többen megismerik a városba az egyik legnépszerűbb sportágat, és hogy minél többen csatlakoznak hozzánk. Az sem volt mellékes, hogy egy legendás példakép, nevezetesen Szuper Levente is meghívást kapott a rendezvényre, akit első magyarként egy NHL csapat szerződtetett. Nincsen korhatár, akinek tetszik, és aki
szenvedélyt lát benne, és megtalálja azt a sportágat, azt a közeget a jégkorongban, ami neki tetszik, akkor el kell kezdeni játszani, nincs mese. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy milyen lehetőségei, milyen helyi lehetőségei vannak az adott embernek. Maga a korcsolyázás is egy olyan élmény, és egy olyan plusz tudást ad az embernek, hogy azt azért mindenképpen javaslom, hogy korcsolyázni mindenki tanuljon meg. Amíg a Lehel HC játékosai hallgatták Szuper Leventét, az öltöző előterében regisztrálták az új jelentkezőket. Majd Fecske Maja női válogatott játékos kíséretében a legbátrabbak fel is korcsolyáztak a jégre, és ismerkedtek a körülményekkel. A vezetőedző szerint minden toborzás alkalmával csatlakoztak hozzájuk kisgyerekek. Minden ilyen rendezvény megéri, mert eleve a jégkorongnak a népszerűsítése az nagyon fontos, és igen, nagyon sok kis gyereket be szoktunk vonzani ilyenkor. Remélhetőleg a Lehel HC taglétszáma október 18-án is növekedett. Híradónk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Kidolgozunk olyan javaslatokat, amelyek az ország egész számára hasznosak lehetnek. Az Egyensúly Intézet országjáró körútjának első állomása ajánlsági menedzserekhez vezetett. Beázás miatt javítják a Jászberényi Városi Könyvtár tetőszerkezetét. Október 28-án nyílt napot és toborzást tartott a Lehel Hoki Klub a Jászberényi fedett jégpályán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.